Két nehéz teológiai kérdésem van, amit szeretnék, ha megválasztásra kerülnek. Az első az nehezebb. Miről prédikáltam két héttel ezelőtt? Az múlt héten volt. Azért mondom, ez nehezebb, mert ez már két héttel köszön. Két héttel ezelőtt testvérek Péter csodálatos gyógyításáról prédikáltam, amikor mentek az imádkozás órájára kilencen. És akkor Péter azt mondja annak a béna embernek, hogy nézz, mi leánk. És utána még valami mond, aranyat, ez is több nincsen. És ekkor elmondtam nektek, hogy a fontos az, hogy az emberek mi ránk nézzenek. Miért? Mert van valamink, amit nekik nincsen. A másik, hogy ne arra figyeljünk, hogy aranyam, ezüstöm mind nincsen, miért nem tudnám ezt a szolgálatot végezni, amit Isten rám bízott, hanem azt nézem, hogy mind van. Péter is azt mondja, amin van, azt adom neked. Mi az, ami nekünk van? Először is van egy megváltónk, akit mi elfogadtunk Urunknak az életünkben. Ezáltal megváltozott az életünk. A másik olyan dolog, ami többieknek nincsen, az az evangélium hirdetésének a parancsa. Ez a világi embereknek nincsen, ez csak nekünk hívő keresztényeknek van. Amin van, azt adom neked. Mi van még? A Szentlélek ereje van még, ami rendelkezésünk rá. Azt mondja Péter, amin van, azt adom. A názereti Jézus nevében kelj fel is el. Az ő nevében gyógyít. Tehát Jézus gyógyítja meg azt a bénát. Péter csak egy üres edény, egy közreműködő eszközetben. Nem a Péter ereje gyógyította meg. Ezt majd a nagy tanács előtt ki is fejti, hogy mit néztek rám, mintha a saját jávorságunkkal vagy erőnkkel gyógyítottuk volna meg. Tudjátok meg, hogy a názáreti Jézus Krisztus nevében való hitáltal gyógyult meg ez az ember. Tehát ez van nekünk is, testvérek, amit megkapott a 12 tanítvány, azt megkaptuk mi is. Ha mi tanítványoknak neveztetünk, tehát két héttel ezelőtt azért beszéltem nektek erről, hogy felkészítsenek benneteket arra, hogy ki fogunk menni evangelizálni. És ugyanígy kell az emberekkel beszélni. Tudnod kell, hogy mi az, ami nincs neked, de ez nem is érdekes. Hogy aranyat az Isten van. Időd van, ugyanaz az időd van, mint másoknak. Hanem amúgy van, azt adom, ott az evangélium üzenete, ott a Szentlélek ereje nálam. Tehát ki tudok menni igét hirdetni. A következő, mit prédikáltam múlt héten? És a téma elmondta. Múlt héten pedig Jézus találkozását láthattuk Nikodémussal. Akkor volt arról szó, hogy szintet kell lépnünk. Azt mondja Nikodémus, hogy tudjuk, hogy te Istentől jöttél, tanító úr, mert nem teheti senki jeleket, hanem ha az Isten van vele. De egy valamit nem tudott Nikodémus, hogy nem az Isten van vele, hanem ő maga az Isten. Az Isten fia jött le, ott áll vele szemben. Mi tudjuk. És annyira nagy hangsúlyt fektettek az emberek arra, hogy mit tudnak. Mi tudjuk, hát tudjuk, hogy kicsoda Jézus, hallottuk róla. Hát minden húsvét előtt ott van az a Jézus film, nevetítik, meg karácsonykor. Hát mi tudjuk. És elvezeti Jézus Nikodémusról a tudjukból, először a nem tudod, de Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket. Tehát rávilágít arra, hogy Nikodémus, te a tudásodra helyezed a hangsúlyt. Tehát én mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem látja az Isten országát. És akkor te azt mondod, hogy hogyan lehetségesen, hogyan születhetik valaki újonnan? Te Izrael tanítója is nem tudod. Tehát Nikodémus, még a tudásod se elég ahhoz, hogy te a mennyek országába belépjél. Hanem mire van szükséged? Arra van szükséged, hogy higgyél. Mert ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök életed. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. A tudjukból elviszi Jézus a hisszükből. Tehát erre kell nekünk is, ha kimegyünk, rávilágítani az embereknek, hogy elhiszem, hogy túl sokat, olyan sok mindent tudtok. De nem elég tudni arról, hogy kicsoda Jézus, milyen csodákat tett, miket tanított. El kell hinned, hogy ő meg tudja bocsátani a te bűneidet. Bele kell venned a te bizodalmadat abba, hogy ő kifizeti a te bűneid árát. Ezért meg kell vallani neki a bűneket. Erre kell az embereket rávilágítani. Higgyenek az Úr Jézusban, ne csak tudjanak róla. Ez volt ez a két ige hirdetés. A mai ige hirdetéskor pedig két kérdésre keressük a választ. Az első az, hogy kicsoda az, akivel meg akarod ismertetni az embereket. És a második kérdés, ami még ugyanilyen fontos, kicsoda vagy te? Mit mondasz magad felől? János, keresztelő János, amikor elkezdte a szolgálatát, akkor hirdette, hogy térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa.
És amikor jön Jézus, ez az, akiről mondtam nektek, hogy előttem volt, ő az, az Isten fia, akire azt mondta Isten nekem, hogy akire látod a galamb képében a Szent Lelket leszállat. Na ő az, aki nem vízzel keresztel, hanem Szent Lélekkel és tűzzel. Tehát először azt mondja itt a felolvasott ige szakaszban, a 15-ös versben, János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott. Drága testvérek, bizonyságot tett. De nem úgy halkan csak, hogy gyere már ide félre a sarokba egy picit, hadd beszéljek veled, hogy többiek ne hallják, mert azért szégyellem. Hanem bizonyságot tett az ő hitéről, ő róla, Jézus Krisztusról tett bizonyságot, akinek ő az utat készítette. És drága testvérek, János kereszt, most itt János apostol ír bemerítő Jánosra. És nagyon nehéz külön választani, mik azok, amiket János apostol ír Jézusról, és mik azok, amit János, bemerítő János mondott róla. Tehát megpróbálom így külön választani tőletek. Mitől volt olyan nagy ereje János, bemerítő János szolgálatának? Ezt is elmondja az ige, figyeljétek csak! Azt mondja az első fejezet 6. versében. Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János. Testvéreim, azért volt olyan nagy erejező szolgálatának, mert ő egy Istentől küldött ember volt. És ezzel ő tisztában volt. Ő már az anyjának méhétől fogva betöltekezett Szentlélekkel. Így élte az életét. A pusztában így készült fel erre a szolgálatra. Istennel közösségben volt, böjtölt és imádkozott. Készült arra, hogy elvégezze azt a munkát, azt a szolgálatot, amit Isten ráhozott. Testvéreim, ma, tudjátok, milyen személyekre van szükség? Nem apostolokra van szükség, aki Péterre, aki nagy csodákat tesz, kelj föl is jár. Jánosokra van szükség. Tudjátok, mit mondtak Jánosról? Bemerítő Jánosról? Hogy János ugyan nem tett semmi csodát, de mindent, amit Jézusról mondott, igaz van. János szolgálata nem a saját gyógyításaiból, nem a saját nagyságáról szólt. Azt mondja, amikor Jézus megjelenik és szólnak neki, János, hát figyelj rám, ő ugyanúgy itt van az a Jézus, ő is bemeríti a Jordán folyóban, ő is prédikál. Azt mondja, ugye megmondtam nektek, neki fejet kell emeltetni, nekem halálszállal. Én azért jöttem, hogy neki készítsem az utat. Ez volt Jézus feladata a zsidók részére, hogy a zsidó népet készítse a szívüket arra, hogy el fog jönni a megváltójuk, a messiásuk. És az a messiást elutasította a zsidó nép. Nekünk mire van szükség? Bennünket Jézus ugyanúgy elküldött. Nekünk viszont ezt a pogány népet, ezt a magyar népet kell felkészíteni Jézus második eljövetelére. Ugyanis most advent időszaka van. Amikor adventre gondolunk, akkor csak arra a karácsony előtti időszakra gondolunk, amikor meggyújtjuk a gyertyákat az adventi koszorún, és várjuk Jézus megszületésére. Igen, eljött egyszer testben megszületett. És megemlékeztük róla karácsonyot. De drága testvérek, ő másodjára is el fog jönni, és ez az időszak sem más, mint a várakozás időszaka. De nem a tétlen várakozásé, nem a összefont karral, feltett lábakkal való várakozásé, hogy én már jó helyen vagyok, én már a mennyországban benn vagyok, innentől semmi gondom nincs. Az ilyen szolga az nem fog jutalmat kapni, sőt, Jézus számon fogja kérni. De nézzük csak meg itt János. Vala egy Istentől küldött ember. Ez volt a szolgálatának titka, hogy Istentől küldött volt. Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő által. Látjátok? Bizonyságot tegyen a világosságról. Jézus Krisztus mondta magáról, hogy én vagyok a világ világosság. Ő róla tett bizonyságot. Nekünk se nem magunkról kell beszélni. Majd meglátjuk, hogy fontos az, hogy ki vagyok én. Mit mondasz magadról, ki vagy te? Ez azért fontos, mert ha te meghatározod magadat, a te identitásodat, azt fogja meghatározni a te szolgálatodat, hogy mit cselekszel. Azt, hogy ki vagy. Majd meg fogjuk látni, hogy miért. De menjünk vissza Jánosról. Azt olvassuk itt Jánosról, hogy Istentől küldött volt, és jött, hogy tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosság. Hogy mindenki higgyen ő által. János tudta, hogy Jézus Krisztusban való hit által lehet az Isten országában. Ezért már róla kezd prédikálni, hogy térjetek meg, mert elközelített az Isten országba, eljött a király.
a földi királyságát, és ha be akartok lépni, akkor meg kell térnetek, egyengessétek az Úrnak útját. És azt mondja végig, nem ő volt a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról. Nem ő volt a világosság. Drága testvérek, a Biblia azt mondja, hogy János a legnagyobb volt a proféták közül, bevelítő János. De aki a legkisebb a mennyek országával, az nagyobb nálad áll. Miért, drága testvérek? Mert rólunk viszont azt mondja a Biblia, hogy mi vagyunk a világ világossága. János azt mondja, nem ő volt a világosság. Ő bizonyságot tett Jézusról, a világ világosságáról. Nekünk viszont Jézus azt mondta, hogy ő elmegy, igen, én vagyok a világ világosság, de utána azt mondja a tanítványoknak, mostantól fogva, ti vagytok. Én az én világosságomat nektek adtam. Fénylegjetek, mint csillagok, e sötét éjszakában. Ti lesztek a világ világossága. Rólatok a bennetek élő Krisztus fogják meglátni. Értitek, mi a különbség? Ezután már mi vagyunk a világ világossága. Kell, hogy kimenjünk az emberekhez, elérjük őket az evangélium világosságába. Azt olvassuk Jánosról, hogy bizonyságot tett őről, és kiáltott. Azt mondja, hogy aki utánam jött, előttem lett, mert előbb volt nálam. És az ő teljességéből vettünk mindjárt kegyelmet és kegyelmet. Drága testvérek, az ő teljesség, mit jelent az, hogy a teljesség is? Jézusnak a teljesség. Ő benne lakozott az Istenség teljessége, testvérek. Ő 100% Isten volt, és 100% ember. Tehát jól tudom, hogy mindenható és mindenható volt, mielőtt megszületett testben. Mielőtt a mennyek országában volt, akkor is ő mindenható és mindentudó volt. Amikor leszületett a földre, szintén 100% isteni mi voltam volt és 100% ember. Ő csak annyit tett, hogy megüresítette magát az isteni természetétől. Szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Megüresítette magát, megalázta magát. Az emberi létet vette fel, és ezt próbálta meg élni, azért kellett ezt tennie Jézusnak, hogy ő is mindenekben megkísértessen, kivéve a bűnt. Azért, hogy ő is tudja, mi az éjség, mi a szomjúság, mi a fáradtság, hogyha te imádkozol hozzá, Jézus, olyan fáradt vagyok, adj elő, akkor azt tudja mondani, tudom, mit érzel, én is átmentem ezen. Jézus, én szabad vagyok, meghalt az apám. Én is tudom, az én nevelő apám meghalt. Én is tudom, mit jelent, átmentem ezen. Ezért kellett ő neki 100% emberi testben lenni. Ezért kellett megüresíteni magát az Isten mi voltától, hogy megtapasztalja az emberi lét minden fájdalmát, gyötrelmét, de minden örömét is megtapasztalja, ami ezzel együtt jár. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, ezt mondja Pál apostol. Persze, ez együtt jár az öröm, a fájdalom, de meg kell élnünk, drága testvérek, ami kihívő keresztény életünket, hitelesen az emberek előtt. És az határozza meg, hogy te milyen szolgálatot végzel. Hogy a te keresztény életed, a te keresztény cselekedeted milyenek, az határozza meg, hogy milyen a te identitásod. Hogy te magadról mit mondasz, hogy ki vagy te. Figyeljétek csak, mit mond itt a Biblia. Azt mondja, hogy mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Törvény Mózes adta, izraeliták megpróbálták betartani. De mi már tudjuk, hogy a törvény nem lett, még a 10 parancsolatot sem tudja senki betartani. Azért adatott, hogy felismerjük, hogy nem tudjuk betartani. Szükségünk van valakire, aki megvált bennünket a törvény átkától, aki magára veszi a bűneinket. Szükségünk van megváltóra, ezért adatott. Ezért kell nekünk a kegyelem, szükségünk van kegyelemre. És a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által lett. Ő hozta el a kegyelmet. Ezt kapjuk mi. Bűnös emberek, akik megvalljuk a mi bűneinket, kegyelmet kapunk, azt kapjuk, amit nem érdemelnénk, beléphetünk az Isten országába. Irgalmat kapunk, azt pedig nem kapjuk, amit érdemelnénk, az ítéletet. Ilyen csodálatos Istenünk van, és az igazság is Jézus Krisztus által lett. Ő maga mondja saját magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az egyetlen igazság, amelyben hihetünk. Az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kevelében van, az jelentette ki őt. Drága testvéreim, erre való a hit. Az Istent soha, az atyát soha senki nem látta. Jézus Krisztus azért jött, azért született meg testben, hogy kijelentse. Azt mondta Filetnek, Filet, aki engem látott, az látta az atyát. Mi módon mondott nekem, hogy mutassam meg az atyát, és elég néktek.
van szükségünk hitre. Mert a zsidókhoz írott levél 11. fejezetében azt olvassuk, a hit pedig a remélet dolgok valósága és a nem látott dolgok felől való meggyőződés. A remélet dolgok valósága és a nem látott dolgok. Jézus Krisztus se látta a testben, de hiszed, hogy benned él. Miért? Mert kapcsolatod van vele, mert ő szól hozzád, te válaszolsz neki, mert ő kér tőled, és te megteszed, amit ő kér. Vagy parancsol, utasít, mint Úr, és te engedelmeskedsz, mint szól. Nézzük tovább tehát. 19. versben változik. Először ugye azt olvashattuk, hogy Benedikő János bizonyságot tesz arról, akinek ő egyengeti az utat. Ezt kell tennünk nekünk is most, drága testvérek. Mert ugyanis itt azt olvasom a 19-es versben, ez a János bizonyságtétel, amikor a zsidó papokat és lévitákat küldöttek Jeruzsálembe, hogy megkérdezzék, hogy kicsoda vagy te? És megvallál, hogy nem én vagyok a Krisztus. Azért kérdezték, mert ismerték az írásokat. Ismerték a proféták írásait, hogy el fog jönni a Mesiás. Kicsoda vagy te? Te vagy a Krisztus, akit várunk? Nem, nem én vagyok. Te vagy Illés? Hogy miért kérdezték, hogy Illés? Mert tudták, hogy előbb Illésnek kell eljönni. Malakiás könyvében van ez leírva, hogy előbb Illés ő, aki majd az atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz téríti. Mielőtt eljönni. Akkor ki vagy te? Te vagy a proféta? Ezt pedig azért kérdezték, mert Mózes azt mondja, hogy profétát támaszt néktek az Úr, olyan, mint én vagyok, őt hallgassák. Te vagy az a proféta, akiről Mózes beszélt? Nem, nem én vagyok. Hát akkor ki vagy te? Egyszerűen nem tudunk téged hová tenni. Hogyan magyarázod? És megvallás, nem tudom, hogy nem én vagyok a Krisztus. És kérdezik, kicsoda te hát? Illés? Nem. Proféta? Nem. Mondának azért néki, kicsoda vagy, hogy megfelelhessünk azoknak, akik minket elküldöttek. Mit mondasz magad felől? Drága testvérek, ez egy nagyon fontos kérdés. Amikor mi kimegyünk az utcára, vagy amikor eljövünk ide gyülekezet és látnak az emberek, akkor utána beszélünk a szomszédainkkal, a munkatársainkkal, a rokonainkkal, akkor megfogják értek, miért beszélsz, ki vagy te, hogy milyen feladatot ezt tartozol, hogyan határozod meg magad? Kicsoda vagy te? Mit mondasz magad felől? Azt kérdik. Mondd, én kiáltó szó vagyok a pusztában. Drága testvérek, János a pusztában élt, az ő eledele sáska és erdei méz volt. A ruhája pedig egy tevesző ruha, ami nem egy kényelmes viselő. Ő böjtölt, imádkozott, és elkérte Isten akaratát, és elkérte azt az üzenetet, amit neki prédikálnia kell. De nem a pusztába, ő kiáltó szó volt, nem a pusztába kiáltott, nem kiment a rólaság között, és egyedül nekiáltott. Térjetek meg, hát kinek prédikált volna, nincs ott senki. Tudjátok, mit jelent ez, hogy kiáltó szó a pusztában? Hogy Izrael népe olyan állapotban volt, mint a puszta, száraz, kietlen és terméketlen lelkileg. Nézzetek most szép Magyarországon! Nézd meg ezt az országot, hogy mivé tették a mi vezetőink. És bármelyik oldalon nézed. Aki most jelenleg vezet, mivé tették ezt az országot? Lelki pusztasággá. Tehát neked is kiáltó szónak kell lenned a pusztában. Hogy térjetek meg, mert jön Jézus Krisztus. Eljön a király, de most már nem úgy jön, mint Isten bárány, aki elveszi a világ mindenit. Eljön megítélni élőket és holtakat. És azért megyünk ki az utcára, hogy holtakat keressünk, hogy életre keltsük őket. Jézus Krisztus evangéliumával. Mert ő vissza fog jönni. De drága testvérem, ahhoz, hogy te elmenjél, és ott egy halottat, egy lelki halottat életre vezessél, neked élőnek kell lenned. Egy halott nem tud egy másik halottat feltámasztani. Lehet, hogy élő vagy. De testvére, kell, hogy azonosítsd magad, hogy kicsoda vagy te. A Róma 8. fejezetében láthatjuk, most megnézzük csak ötöt adok. Öt olyan támpontot. És az egyikben azonosíthatod magad. Az egyikkel tudsz azonosulni, hogy ez vagyok én, és ezt tud neked segíteni abban, hogy bizonyságtevő keresztény életet élj. Hogy ebben az évben eldöntsd, hogy egy embert az Úrhoz akarok ma vezetni. Ebben az évben. Vagy egy embert be akarok hozni a gyülekezetbe, majd a pásztor elmondja neki az evangéliumot, de egy embert el akarok érni, hogy hallja az evangéliumot, és megismerje Jézust. Ahhoz, hogy
ilyen elhatározást tegyél, hogy idén szeretnék kimenni az utcára, és beszélni arról, hogy elmondhatom neked, hogy Jézus hogy mentett meg engem. Befogadtam itt a szívem, és milyen változás lett az életemben. Elmondhatom neked, hogy olvasom a Bibliámat, és milyen lelki örömöket, milyen békességem van azóta. Ezt kell tenned ki. Ahhoz, hogy viszont ezt tedd, hogy döntésre juss, meg kell határoznod, mit mondasz magadról. Ugyanis ezt határozza meg a te cselekedeteden, hogy ki vagy. Nézzük az elsőt. Isten gyermeke vagy. Róma 8, 14-16-ig. Figyeljétek, mit mond a Róma beliekhez írott fejezet, Római beliekhez írott levél, 8. fejezet, 14-től a 16-os vers. Mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Mert nem kaptátok szolgaság lelkét ismét a félelemre, hanem fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Még egyszer. Ez a lélek bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Drága testvérem, ha újjászülettél, akkor már beleszülettél Isten családjába. Isten gyermeke vagy. És mit várunk el egy gyermektől? Egy szülő mit vár egy gyermektől? Hogy engedelmeskedjen. Hogyan? Azonnal és örömben. Ha tehát te mennyi jöttél, azt mondja neked a Máté 28. fejezetben leírtak szerint, hogy elmentél a széles világra, tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében, akkor az az Atya, aki ezt mondja, mit vár el tőle? Ezt úgy is hívjuk, hogy nagy küldetés, vagy nagy parancsolat, hogy menj el, vagy a Márk evangéliumában. Elmentél a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Ha ezt mondja az Atyát gyermekként, mit kell tenned? Mit vár el tőled? Hogy engedelmeskedj neki. Isten gyermeke vagy. De nem csak Isten gyermeke, hanem Istennek az örököse is. Gyermekként te öröklöd a mennyek országát, annak minden áldásával együtt. És még egyszer mondom, Isten áldásai, vagy Istennek az öröksége, az örök élet az nem majd akkor kezdődik, ha meghalsz. Már itt elkezdődik. Ebből az örökségből már most kapsz valamit. Tudod, mi volt, amit itt hagyott Jézus az örökségből? Az első dolog? Azt mondta, én az én békességemet hagyom nektek. Mert ezen a földön szükségetek lesz. Mert sok háborúságotok részen, de bízzatok, mert én legyőztem a világot. A világi rendszert, a sátán világi rendszerét én legyőztem. A világot nyomorúságotok részen, de én békességet adok nektek. Isten örököse. Róma 8, 17-től a 19-ig. Figyeljétek, mit mond itt az ige. Mert a teremtett világ 17-től, ha pedig gyermekek vagyunk, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig a Krisztusnak. Ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőjünk meg. Testvérem, akkor vagy örököse, ha szenvedni tudsz Jézus Krisztussal együtt. Ha kit vállalod azt, hogy te minden héten legalább egy órát kimész. Ha vállalod azt, hogy a munkatársaid közül egynek beszélsz ezen a héten, az evangéliumról. Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely nekünk megjelentedik. Drága testvérek, ez a szenvedés, ami most a keresztényeket éri, ezt nem nevezném szenvedésnek. Egymásnak okozunk szenvedést legfeljebb. De ez a szenvedés, ez még nem az, amit el fog jönni a világba. És mit mond még itt az ige? Mert a teremtett világ sóvárogra várva az Isten fiainak megjelenését. Testvérek, ha Isten gyermeke vagy, akkor meg kell ezt mutatnod a világnak. Sóvárogra várja ez a világ az Isten fiainak megjelenését. Hogy mert hol akarsz megjelenni? Az utcán, a munkahelyen. Ott kell megjelenned, hogy te Isten gyermeke vagy, és hívod ebbe a családba, hogy szülessenek újjászületők. Isten örököse vagy. Ha örökölni akarsz, együtt kell szenvedned vele. Előbb szolgálnod kell. Látnod kell azt, hogy mit akar tőled az Isten. Ha örökölni akarod az Isten országát. Ez a második. A harmadik, Jézus barátja vagy. János 15. 14-től a 16-ig. Nézzük meg János evangéliumával a 15. fejezetet, és a 14-től a 16-os versét. Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok nektek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az Ura. Titeket pedig barátaimnak mondottalak, mert mindazt, amit az én Atyámtól hallottam, tudtulattam néktek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és rendeltelek titeket, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek,
és a ti gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az atyától az én nevemben, megadja néktek. Ebből a három igeversből is egy prédikáció kijönnek. Testvérek, azt mondja Jézus, hogy nem mondanak szolgáknak. Tehát ez azt jelenti, hogy mi szolgák is vagyunk erre, mert a következő pont lesz. Ti az én barátaim vagytok, azt mondja Jézus a 12 tanítványnak. Júdásnak is azt mondja, barátom, miért jöttél, mikor a kertben van. És nem csak a 12 tanítványnak mondja, hanem mi is a mi az ő barátai leszünk, mikor? Ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok néktek. Nem azt mondja, hogy ha meghallgatjátok vasárnap az Isten tiszteleten a prédikációt, akkor az én barátaim vagytok. Ha ide szálltatok egy órát, tudtatok ülni ebben a székben egy órát. Nem ezt mondja, ti az én barátaim vagytok, ha megcselekszitek, amiket én mondok nektek. Apostolok cselekedetei. Keresztények cselekedetei. Ez az időszak, ez kellene, hogy legyen, értitek? Ez kell, hogy ránk jellemző legyen. Azt mondja itt Jézus, hogy nem ti választottatok engem, én választottatok. Testvér, nincs, aki keresse az Isten. Nem te voltál az, aki keresse az Isten. Te voltál az elveszett bárány, meg én. Minket keresett meg az Isten, mint elveszett bárányokat. És azért mentett meg, hogy rendeljen bennünket, mit mond? Rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek. Nem itt fogsz a székben gyümölcsöt teremni, hanem hogy elmész és cselekedet az Isten akaratát. Mik azok a gyümölcsök, amiket meg kell teremni? Amikor valaki újjászületik Isten családjába, amikor valaki Isten örököse lesz, az első gyümölcs az a Jézus Krisztus nevéről vallást élő ajkak gyümölcse lesz. Hogy elmondod másoknak, hogy milyen nagy dolog történt veled. Hogy az Isten fiával találkoztál, és megbocsátotta a bűneidet. Örök életet adott neked, és békességet van most az Istennel. Az Jézus nevéről vallást élő ajkak gyümölcse. Ez az első, ami megjelenik. Hát ezt kell tenned minden héten, amikor kimegyünk az utcára. Amikor elmész a munkahelyre, amikor a boltba mész. Jézus azt mondja, ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, hogy gyümölcsöt teremtek. Az első gyümölcse Jézus nevéről vallást, hogy ajkak gyümölcse. A másik a cselekedeteid, megváltozott jó cselekedeteid nevű gyümölcse. A harmadik pedig a lélek gyümölcse, aminek meg kell teremnie a te életedben. Ezeket a gyümölcsöket várja Jézus. Erre rendel minket. De ez csak akkor történik meg, ha te cselekszed Jézus akaratát. Ha te megéled a keresztény életedet a hétköznapokban is. Nem csak vasárnapi keresztények vagyunk, testvérek. Hétköznapi is bizonyságot kell, velek együtt kell élni. Meg kell, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjen? Pál apostolnak ez volt az első kérdés. Feltetted ma reggel ezt a kérdést, amikor imádkoztál az Istenhez. Uram, mit akarsz, hogy ma cselekedjen? De holnap fel fogod tenni reggel? Holnap után? Mert akkor lehet, hogy Jézus azt mondja, hogy te az én barátom vagy, ha megcselekszed, amiket mondom. Akarsz Jézus barátja lenni? Akkor cselekedj, ne csak beszélj ő róla. A harmadik, Krisztus szolgája vagyunk. Galácia 1, a 10-től a 11. versét fogjuk megnézni. Galácia első fejezetében, a 10-től a 11-es versét olvasom. Mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vajon embereknek igyekezem én tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tudtotokra adom pedig, atyám fiai, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem ember szerint való. Testvérem, mi az, ami meggátol bennünket abban, hogy kimegyünk az utcára, és nyíltan beszéljünk az emberekkel, vagy oda menjünk a munkahelyünkön, vagy a lakókörnyezetünkben a szomszédunkhoz, és bekopogjunk, és elmondjuk neki, hogy ki vagyok, és szeretném megosztani veled, hogy ki vagyok én. Én Isten gyermeke vagyok, újjászületett. Én Isten örököse, Isten barátja, Krisztus szolgálja vagyok. Mi akadályoz meg abban, hogy elmondjam ezt a szomszédomnak, munkatársamnak, vagy kint az utcán egy embernek, aki ott ül a padon, és oda jól mellé. Tudjátok, mi akadályoz meg? Amit az előbb felolvastam itt a Galáciában. Azt olvastuk itt, drága testvérek, Galácia első fejezetben. Mert most embereknek engedek-e, vagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem én tetszeni? A félelem, testvére, ami meggátol téged abban, hogy munkatársadnak, szomszédodnak, mi
bizonságot tegyél, vagy az utcára kérjen. Mert hát, ha egy olyan emberrel találkozol, aki hát egy rokonom, vagy munkatársam, most a munkatársam, mert ezek cikizni fognak. Hát inkább, jó, tudják, hogy én Lacos a gyülekezetben, hát ennyi elég nekem. Ha majd akarnak tudni valamit Jézusról, majd ide jönnek, azt kérdeznek. Nehogy én menjek oda. Hát inkább megmaradok, én olyan jó viszonyban vagyok velük, olyan haveri viszonyban, jó lenne megtartani ezt. Ne cikizzenek már, meg ne nézzenek ki, hogy más az értékrendünk. Inkább nekik akarok tetsz, hát velük élem le, az életem felét a munkahelyen töltök 8 órát, hát most ott érezzem magam kellemetlen. Hát inkább nekik akarok tetszeni azzal, hogy nem zaklatom őket itt az evangéliumban. Azt mondja Pál apostol, figyeljetek! Bizonyára, amíg embereknek igyekeznénk tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Nem mondhatod magadról, hogy Krisztus szolgája vagy, hogyha embereknek akarsz tetszeni. Na most, ha nem vagy Krisztus szolgája, akkor hogyan kezded úgy az imádat, hogy Uram, kérlek, tedd meg nekem ezt is ezt. Hogy nevezed Uramnak azt, akinek te nem vagy a szolgája? Értitek ezt az ellentmondást? Bizonyára, ha embereknek igyekeznénk tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Tehát Jézus minket erre ösztönöz, hogy határozzuk meg az identitásunkat. Mi Isten gyermeke vagyunk, Isten örököse, Jézus barátja vagyok, Krisztus szolgája, és az utolsót, amit elmondanék nektek, Isten követelő. A 2 Korintus 5, 18-tól a 20-ig fogom felolvasni. 2 Korintus 5. fejezet. 18-tól a 20-as versig. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét. 20-as vers. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi álltunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Drága testvérek, Isten nagy követelő. Őt kell, hogy képviseljük ebben a világban. Jézus Krisztus által békéltette meg az Isten a világot saját magával. Ezt kell elmondanunk az embereknek. Krisztusért járva a követségben. Járva, látjátok, hol? Nem itt Krisztusért ülve a gyülekezetben, hanem kimenve a munkahelyeden, kinn az utcán, Krisztusért járva a követségben. Te Isten nagykövete vagy. Bizonyságot kell tenned az Isten országára. Ha annak a nagykövete vagy, akkor el kell mondanod, hogy milyen törvények vonatkoznak Isten országára. Ha oda be akar valaki lépni, akkor el kell mondanod, amit Jézus mondott Nikodémusnak. Hogy bizony mondom nektek, szükség néktek újonnan születetek. Határozd meg magad, a te identitásod. Ki vagy te? Isten gyermeke vagy már? Isten örököse vagy már? Jézus barátja vagy? Ő a barátjának mondta. Krisztus szolgája vagy? Isten követe vagy? Tesszük ezt, vagy csak beszélünk róla? Miért fontos ez, drága testvérek? Miért fontos? Most ma megvolt az óraátállítás, és a héten csütörtökön 5 órakor találkozunk, 3-4-5-kor találkozunk itt, 5-ig imádkozunk itt, és utána lesz egy ima csoport, aki bennmarad, és lesz egy csoport, akik pedig kimegyünk az utcára. Csütörtökön 3-4-5-kor. Van lehetőséged arra, hogy tegyen, amire Isten megbízott. Ha az ő gyermeke vagy, akkor engedelmeskedj neki. Ha az ő örököse akarsz lenni, akkor szenvedj együtt Krisztussal. Vállalt, hogy esetleg valaki azt mondja, hagyjad engem végén, ez engem nem érdekel. Hú, de nagy szenvedés egy ilyen utasítás, igaz? Vállalt, hogyha Jézus barátja akarsz lenni, ti az én barátaim vagytok, ha azt cselekszitek, amiket én mondok neked. És Jézus azt mondta, hogy elmenvén hirdessétek az evangéliumot. Prédikáljátok és legyetek tanítványokká. Ha Krisztus szolgálja van, akkor ne embereknek igyekezzél. Mert nem emberek elé fogsz odaállni, munkatársaid elé, vagy a rokonaid elé, nem ők fognak téged megítélni, hanem az Úr Jézus Krisztus. Ő ítéli meg a cselekedeteidet, hogy azok jók, vagy gonoszok voltak. Ha pedig Isten követe vagy, ha Isten országában tartozónak vallod magad, akkor nagykövetként képviseld is, a benned élő Krisztust vigyed, hogy az emberek megismerjék az igazság útját, hogy hogyan lehet az Isten országába követni. Testvérek, annyi felekezet hirdeti tévesen az Isten útját. Sokan a jó cselekedetek általi üdvösséget tanítják. Meg a purgatóriumot, hogy majd ott leszenveded a bűneidet, és Isten nem
küld senkit az örök kárhozatra. Ez így van, nem Isten küld, te magad döntesz úgy, hogy vagy az Isten közelségébe éled, az életedet megvallva, a bűneidet elfogadva Jézus Krisztus Uradnak, megváltódnak, vagy elutasítod őt, és te magad küldöd magad az örök kárhozatra. Oly sok felekezet van és vallás, amik valami nirvánáról, meg valami univerzumról, meg olyan dolgokról beszélnek, amiket nem is tudnak. És olyan dolgokat imádnak Isten helyett, amik nem Istenek, hanem bálványok. És nálunk van, hívő keresztényeknél, még egyszer mondom, nem azért megyünk a mennyek országban, mert mi baptisták vagyunk. Nem a baptistáknál van az Isten országának a titka, hanem a hívő, újjászületett hívő keresztényeknél van. Legyen ez bármilyen felekezetnek a tagja. És drága testvérek, még egyszer szeretném hangsúlyozni, miért fontos ez, hogy cselekedjük ezt, és megtegyük, hogy menjünk, és hirdessük az evangéliumot. Elmondom miért, mert lehet, hogy te azt látod csak a hírekben, hogyha te a hírekből és nem a Bibliából tájékozódsz. Ha te az internetről szerzel a tapasztalataidat, vagy a televízióból, vagy a híradásokból, vagy az újságokból, akkor téged most leginkább az ukrán-orosz háború foglalkoztat. Hogy ez majd el fog-e terjedni ide Magyarországra, vagy nem. Hogy ez most világháborúvá nő-e, vagy nem. Hogy ez meddig tartja fönn ezt a gazdasági válságot, ezt az inflációt, ezt hogyan érint téged. Ha te ebből tájékozódsz, akkor téged ez befolyásol. És ez mind testi dolgok. A mostani fizikai életedre vonatkozóan hogyan lesz ez? Ez foglalkoztat téged. De ha te a Bibliából tájékozódsz, akkor téged nem ez a háború foglalkoztat, hanem egy lelki háború, testvérem. Ugyanis most két hatalmas sereg lassan, de biztosan doborozza az erőt. És ez a két hatalmas sereg össze fog csapni az armagedoni csatában. Ez nem más, mint Isten serege, és a sátán is az ő serege. Ezek össze fognak csapni. Testvérem, téged azért hívott el az Isten, hogy Krisztus katonája légy. Háborúban állunk. És téged besoroztak ebbe a hadseregbe. És neked nincs más dolgod, mint hogy doborozz új tagokat Krisztus seregébe. Ugyanis azt mondja Jézus, hogy akik azért megyek, hogy helyet készítsek nékik, hogy én vagyok, ott legyenek. És ha majd helyet készítettem, eljön, hogy magamhoz vesztek titeket. És amikor ő visszajön felállítani a királyságát, akkor mi uralkodni fogunk vele. De hogyan tudja ő felállítani a királyságát? Hogy eljön és legyőzi az armagedoni csatában a sátán seregeit. És mi ott leszünk mögötte, és harcolni fogunk vele együtt. De ez a csata már most elkezdődött, testvérem. Már most be vagy csorozva. Levegőbeli hatalmasságok és fejedelemségek ellen van nekünk csatározásunk. Nem vér és test ellen, nem a testvéred ellen, aki rálépett a tyúkszemedre a gyülekezetben, nem a hitetlen munkatársad ellen van, hanem a levegőbeli hatalmasságok és fejedelemségek ellen. A sátán hatalma ellen van nekünk tusakodásunk és háborúságunk. Meg kell vívnunk a csatánkat. Beálltál te már? Vívtál te már csatát? Fölvetted az Isten fegyvereit? Ha nincs rajtad fegyver, hogyan mész csatát? Ha pedig rajtad van, akkor el tudod majd mondani életed végén, amit Pál. Ama nemes harcot megharcoltam, és a futáson elvégeztem. Harcolod már azt a nemes harcot. Testvérek, két hatalmas sereg toboroz a seregébe. A sátánnak könnyű toborozni, mert ő neki születnek a katonái. Aki megszületik a kórházban, az mind Istennek az ördög hadseregébe, a széles útra születik, az ördög atyától való. És ő neki teljesen jó, mert Ádám és Éva átadta neki, azt mondta, hogy testvér sátán, tiéd lesz az uram. Mi kaptuk meg Istentől, hogy én legyek a vezérigazgató Ádám, de én ezt átadom neked, sátán, mert neked hittem, amikor az első bűnt választottam. A sátán pedig ki is használja, azt mondja, na jó, ez a világ bűnöm az egyén, akkor akik ide beleszülettek ezzel a bűnnel, hozzám tartoznak, és én irányítom őket, és megvakítom őket, hogy ne lássák az igazságot, és nekem engedelmeskedjenek, akarva, akaratlanul. Ő neki könnyű toborozni, mert születnek az ő katonái. Nekünk a nehéz, hogy erről a széles útról és a sátán katonái közül tudjuk kivenni az Isten hadseregében katonát. Értitek? Mi a nehéz nekünk? Dezertőrökre van szükségünk, akik átállnak a sátán seregéből az Isten seregébe.
De ez nem megy könnyen. El kell mondanunk az igazságot. Hogyha ott maradsz, a halál lesz. Ezek az örömök ideglenesek, amit ebbe a hadseregbe kapsz a sátántól. Ezért benyújtják neked a számlát. Gyere át az Isten országába, a világosságba. Ezért kell nekünk kimenni és figyelmeztetni az embereket. Toboroznunk kell tehát az embereket Isten seregében. Ki kell képezni őket, hogy a hit harcát képesek legyenek megharcolni. Tanítvány, elmenni a színes világra, tegyetek tanítványokkal. Mit jelent tanítványát tenni? Ki képzed a hit harcát? A Biblia alapokkal kezdődik, de sok ember itt csak a Biblia alapokat végezte el, megtanulta azt, hogy én hová tartozom, van az Isten serege, meg az ördög serege, és ennyi. És még csak föl se veszed az Istennek a fegyverzeteit. Mert ahol van egy sisakom, az üdvösség sisakja, nekem ez elég. És mész ki szinte mezítelenül, és nincs a hit pajzsa a kezeden. Nincs az igazság mellvasa rajta. Az evangélium készségének a sarujáról majd utoljára beszélnék, hogy azt vedd föl. Ezek nincsenek rajtad, azért nem mész ki. Nincsenek rajtad a fegyverek. Nem vagy te csatában, hanem azt gondolod, hogy a gyülekezet Isten szállodája, és te már beléptél a mennyek országába, ebben a szállodába, hátradőlsz kényelmes, és várod, hogy mikor léphetsz be az igazi királyságba. Mikor lépheted át a mennyek? Itt vagy már a mennyek országába. A király eljött. Egy láthatatlan királyság tagja vagy. Te már Isten gyermeke, örökösen barátja, szolgálja és követe vagy. Ha teszed, amit ő parancsol neked. Nem a szavait határoznak meg, drága testvérem. Nem is a szándékait. Ó, én ezt szándékozom holnap tenni. Én ezt terveztem. Amíg ez csak szándék vagy terv, és nem válik cselekedetté, addig ez nem határoz meg téged. Addig maradsz, aki voltál. A cselekedeteit határoznak meg téged. Tudom, akarom, teszem. Ez a valóság. Ha te eszed, eljutsz odáig, hogy teszed. Erre szeretnélek ma ösztönözni benneteket. Nekem is ezt mutatta meg az Isten az én szívemben. Tudjátok, mi határoz meg engem? Én még mindig ott vagyok, 2 éve vagyok lelkipásztor, a vezetője ennek a kicsi nyáron. És tudjátok, mivel ösztönöz engem az Isten arra, hogy emlékezzek rá, ki vagyok én? Nem csak egy gyülekezeti tag vagyok, hanem milyen felelősségem van lelkipásztorként. A legelső az az volt, hogy amikor a Potter bácsinál dolgoztam, csináltam neki egy ilyen zuhanykabint, akkor eljöttem és nem mentem el ott WC-re, hanem beültem az autóra és éreztem, hogy folyó ügyemet kell intéznem. És elmentem egy erdős területre, elvégezvén a dolgom, láttam egy olyan fát, amit fogtam a kisbaltán, kivágtam. És ebből, amikor kirándulni szoktam menni, láttátok már azt a pálcát nálam, azt a botot? Az egy vezéri pálca. Azt az Isten azért adta, hogy figyelmeztessen, itt van, tessék, te fogod vezetni majd ezt a nyájat. De én ezt még nem tudtam. Aztán tudod, mit adott még nekem? A Biblia iskolai diplomát, egy teológia diplomát, azt mondta, figyelj, na, ez pedig a képességed. Megvan rá képességed, hogy prédikálj. Megvan a teológiai tudásod hozzá. Aztán adott egy lelkipásztori, vezetői 3 hónapos tanfolyam. Megvan a tanácsadásra is, tessék az ismeretet. Nem az egész, de majd én adom a többit. A Szentlélek fogja adni neked a bölcsességet. Ezzel is figyelmeztetett rá. De mit ér a diploma? Mit ér a pálca? Ha nincs az élő Istennek az igéje. Amikor a Lukács evangéliumában azt mondta nekem az Isten, az Úrnak lelke van én rajta, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, hogy a vakok szemei megnyílását. Amikor ezt az elhívást kaptam, na akkor tudtam, testvérek, hogy igen, nekem az a hivatásom, hogy lelkipásztora legyek a helyi gyülekezetben. Hogy meddig? Nem tudom. Lehet, hogy holnap már az Úrnál leszek. De hogy én kezdjem el, hogy én vegyem át a stafétabotot a Dávid Pottertől, ezt az Isten odaadta nekem, megmutatta. És azt mondta, hogy ezek emlékeztető jegyek. Emlékezz, hogy ki vagy te. Mi a te identitásod? Nem elég, hogy Isten gyermeke, örököse, barátja, szolgálja, követe vagy. Most te vagy ezért a gyülekezetért a felelős, Lajos. És ezek emlékeztessenek rá. De legfőképpen a te elhívásod, hogy az Úrnak lelke van rajtad és benned, hogy hirdesd az evangéliumot, hogy nyisd fel a vakok szemeit, hogy vezesd ezt a népet, hogy prédikáld nekik az igazság útját. Ne azt prédikáld nekik, amit hallani akarnak,
hogy szépek vagytok, ügyesek vagytok, jók, csak így tovább, meg van elégedve veletek az Isten. Tudjátok, mit tudok mondani? Az Isten szeret téged, így ahogy vagy. A hibáiddal együtt, a mulasztásaiddal, így ahogy vagy, nem tud jobban szeretni az Isten. Tehát ne akarjál neki megfelelni cselekedetek által. Nem is tudsz neki. De vedd észre, hogy ki vagy te. Töltsd be azt, amire Isten téged megteremtett és elhívott. De most nem véletlenül vagy itt. Látjátok, a gyülekezet fele hiányzik. Utazás, betegségek miatt. De aki itt van, az nem véletlenül van itt. De lehet most azt mondod, hogy pásztor, de nem tudod, milyen élethelyzet vagyok én. Most én nagyon eltávolodtam az Istentől. Hogyan kerülhetünk vissza? Kérjetek és aladjék. Engedelmeskedj. Határozd meg a te identitásodat. Ki vagy te Isten szemében? És még egyszer mondom, itt van, Isten gyermeke vagy? Nézd meg a Róma 8-at. Isten örököse vagy? Jézus barátja, János 15. Krisztus szolgája vagy? Galácia 1. Isten követe vagy? 1 Korintus 5. Olvasd el újra ezeket az ige szakaszokat. Határozd meg, ki vagy te. És végre kezd a képben cselekedni. És meg fogod látni, hogy az életedben olyan áldások fognak jönni, gyökeres változás. Alakul ki. És tudod, mi lesz a legjobb? Nem azok az áldások, amiket te kapsz. Azok az áldások lesznek a legjobbak, amiket Isten rajtad keresztül ad az embereknek. Te egy közvetítő közeg leszel. Ez a keresztény szolgálat. Közvetíteni Isten áldását az emberek felé. Nekünk nem túlnak kell lenni, aki befogadja az áldásokat, legyen az anyagi vagy lelki, hogy jöjjön föntről, gyere és csak növekszik a tó, add nekem Isten. Nekünk folyóvá kell lenni, innen bejön, és tovább kell adni azt az áldást, hogy mások is részesüljenek belőle. Ez a mi feladatunk, testvérek. Erre hívott el bennünket az Isten. Hogy itt leszel egy csütörtökön, 3-4-kor, vagy nem, én nem tudom. Ez a te döntésed. Hogy holnap beszélsz el munkatársadnak arról, hogy nincsenek illetve az Isten, amikor megtértél, nem tudom. Ez is te közted van egy Isten között. Hogy bekopogsz el szomszédodhoz egy tálcas üteményen, és elmondod neki, hogy itt élek már mellette 10-20 éve, és nem mondtam el. Szeretném csak megosztani vele, aztán rád bízom, hogy ebben tesz. Hozz egy döntést, ezzel kezdünk. Minden út az első lépésekhez. Aztán pedig együtt ki tudjuk vitelezni. Ha ezt egyedül akarod tenni a munkatársaiddal, a munkahelyeddel, akkor már holnap van lehetős. Ha velünk együtt akarod, akkor csütörtök a 3-4-kor gyere ide. Vagy imádkozz itt a csoporttal együtt, vagy pedig gyere ki velünk. Amikor a padokra megpróbálunk lejönni, megnézzük a kutyasétáltató embereket, a játszóterekre megyünk. Bár még hűvös van, de én hiszem, hogy az Isten legalább egy ember tud adni, akivel megúszhatjuk ezt a lépést. Testvéreim, erre készít bennünket az Isten, hogy ne csak az apostolok cselekedetei könyvben olvassák majd, hanem itt Pécsen is. Amikor Pécs krónikáját olvassák, akkor el tudják mondani, hogy volt egy időszak, ami a 2020-as években kezdődött, amikor egy lelki ébredés kezdődött ebben a városban, amikor emberek tucatjai, százai, ezei értek meg az Istenhez. Legyen ez az idő most, kezdődjön ez most. Testvérem, történelmet írhatunk. Isten mindent a kezünkbe adott, ami ez szükséges. Egy döntés kell, és aztán el kell kezdeni kivitelezni. Hagyjuk meg a fejünket, és köszönjük meg Istennek az ő igéjét, és ha az Úr dolgozott a szívedben, és úgy látod, hogy megszólított téged, akkor most van lehetőséged elmondani Istennek. Ha szeretnél csak csendben magadban, úgyis jó, de kérlek, reagálj Isten igéjére. Reagálj arra, amit Isten ma mondott neked. Csendesedjünk el tehát, és imádkozzunk, majd pedig én zárom imádságban.